Október első napján tartották a Szent Jean interaktív csapat bemutatóját és toborzót, melynek célja az volt, hogy a kellő elhivatottsággal és lelkesedéssel felvértezett széchenyiseket közelebb hozzák a Szent Jean csapatához, és bevonják őket a nem mindennapi munkába. Szeretnénk kicsit közelebb hozni a diákokat, a hallgatókat ehhez, amit mi csinálunk, ugyanis egy egyedi belső égésű motort fejlesztünk, és nem máshova, mint a Formula Student sorozatba, ahol egy együléses formula versenyautóval versenyeznek a különböző egyetemek hallgatói világszerte. A mi projektünk azért különleges, mert egy motort adunk ennek a sorozatnak, és szeretnénk, hogyha egy hallgató, akik itt ülnek most mögöttem, megtapasztalják azt, hogy milyen egy ilyen projektben részt venni, milyen tervezni egy alkatrészt, ami azután gyártásba is kerül, és kézzelfogható az a munka, amit az egyetemen, magánéleten kívül ebbe fektetnek. A Szent Jean csapatának számos terve és elképzelése van a jövőt illetően. Ugyanis az első generációs motor mellett már novemberben debütálhat a második generációs, saját fejlesztésű motor, melynek több alkatrészét is gyártásba adták már. Ezen kívül is számos terve van az elhivatott fejlesztőknek, hiszen szeretnének a Formula Student beszállítójaként is dolgozni a jövőben. Ez az első olyan csapat, amit hallgatók, tehát ami hallgatókból állt össze, és egy egyedi Formula Student versenyszámaira készülő motort gyártunk. A fő céljaink közé tartozik egy olyan versenymotor kifejlesztése és legyártása, amit évente folyamatosan tudunk végrehajtani. Ezen kívül szeretnénk a világ első számú Formula Student beszállítójává válni. Már csak az utánpótlást kell biztosítani, ugyanis a tervek megvalósításához újabb és újabb sikerre éhez Széchenyis hallgatóra van szükség. A piros pólót büszkén viselik a csapattagok, ebben képviselik egyetemüket, valamint hazájukat a világversenyeken is.